Elérkezett a nagy nap, itt vagyunk a Nemzetszépe döntőjén. Nóra, 2 évvel ezelőtt te lettél a királynő, milyen érzéseid vannak most? Talán most is ugyanúgy izgulok, mint 2016-ban, amikor én nyertem a versenyt. Egy 10 napos felkészítő táborban vettünk részt a lányokkal, és próbáltam olyan tanácsokat adni nekik, ami nekem is hasznos volt akkor. Sokan azt gondolhatják, hogy a felkészítő táborban csak az edzéssel és a koreográfiával foglalkoznak a lányok. Mi viszont próbáltunk hangsúlyt fektetni arra, hogy a lelki világuk is rendben legyen, így különféle programokon vettek részt, mint a meseterápia, illetve szakpszichológus is foglalkozott a lányok lelki világával, így segítve és felkészítve őket a mai döntőre. Egy szépségverseny nem csak megnyerni kell tudni, hanem utána képviselni is. Milyen elvárásaitok vannak a jövőre nézve a nyertes lányokkal kapcsolatban? Igen, ahogy mondod, nem csak megnyerni kell ezt a versenyt, hanem 1 éven keresztül képviselni is, és a különböző sajtófelkéréseknek eleget tenni, de nem feledkezünk el a többi döntős lányról sem, hiszen a nyár folyamán közönségdíjas fogunk választani. A verseny különlegessége, hogy a közönségdíjas is részt vehet a Miss Nation 2019-es versenyén, amely jövő tavasszal lesz Balin. Fotis, te vagy a Nemzetszépe koreográfusa. Milyen élményeket szereztél, milyen volt dolgozni a lányokkal? Először is Barbie, az elődöntőt találkoztam a lányokkal. A rengeteg lány jelentkezett, és ki kellett választanunk a 13 legjobbat. Amikor ez megtörtént, ugye elmentünk a felkészítő táborba, és 1 héten keresztül foglalkoztam a lányokkal, és néztem őket, és ugye csináltuk a 3 koreográfiát. Azon kívül a mozgásukra oda kellett figyelnem, és mivel ugye színész is vagyok, nem csak koreográfus, ezért ezt is megpróbáltam elérni a lányoknál, hogy a mimikájuk, a kifejezésük ugye a színpadon, a mozgásuk megfelelő legyen a mai döntőn. Másodszor pedig ugye nagyon-nagyon nagy feladatom volt, hogy elhiggyék a lányok, hogy ügyesek, hiszen nincsen sok gyakorlatuk, és hogy még jobban tudjanak teljesíteni a mai esten. Mennyi ideig volt a lányoknak a felkészülés, és mennyire sajátították el könnyedén a koreográfiát? Maga a felkészülés a Sziráki kastélyban volt, egy gyönyörű szép környezetben. Minden nap azért 4 órát foglalkoztunk, mind a mozgással, mind a koreográfiával. Elég kemény volt. Aztán pedig ugye én egy picikét izgultam, hiszen a Sziráki kastélyból ide a Grassalkovics kastélyba kellett hoznunk a koreográfiát ugye a színpadra. Ott nem volt színpadunk, a lányok pedig úgymond nem profik, és nagyon-nagyon izgultam, hogy sikerülni fog-e itt felállítani a produkciót, és most a főpróba után úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sikeres lesz a mai Nemzetszépe. Lányok, egy nagyon intenzív felkészítő táboron vagytok túl, meséljetek az élményeitekről. Nekem külön tetszett az, hogy a testi épségünk és egészségünk mellett nagyon figyeltek a lelki egyensúlyunkra, külön jogákra jártunk, meditáltunk, sportoltunk rengeteget, sőt, még lovaglásra is volt lehetőség, ami nekem külön ilyen kis élmény volt. Egy szépségkirálynő választás kapcsán mindig felvetődik az emberekben a kérdés, hogy szövődhetnek ilyenkor barátságok, vagy ez teljesen elképzelhetetlen? És a válasz igen, mert például számomra a legnagyobb élmény az volt, hogy megismerhettem ezt a 10 lányt és a szervező csapatot, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó közösség alakult ki, és a lányokkal szerintem a tábor és a verseny után is ugyanúgy tartani fogjuk a kapcsolatot, mert nagyon szép és jó barátságok fűződtek, úgy gondolom. Már csak néhány óra választja el a szépségkirálynő jelölteket attól, hogy színpadra lépjenek. Most itt vagyunk a sminkes backstage-ben, ahol arról faggatom Edinát, aki a gyönyörű sminkeket készíti, hogy mi a smink koncepció a mai estére. Egy természetes, de hangsúlyos sminket szeretnénk készíteni a lányoknak. Kerüljük a harsány színeket, ugye alapvetően nagyon szép vonásaik vannak, ezeket a természetes vonásokat szeretnénk kiemelni. Leginkább pasztelszíneket használunk, azért nyilván egy kicsi feketét, sötétbarnát is beleviszünk, hogy meglegyen a hangsúly, és hát mindenkinek igyekszünk a személyiségéhez igazodni a sminkkel. Azért bár nem látszik, de azt gondolom, hogy mégiscsak van bennetek némi druk, ez előre visz téged, vagy hátrátad? Én próbálom átalakítani ezt az egészet, hogy az én javamra jöjjön, és hogy ne húzzon vissza, és hogy tudjam önmagamat adni, és úgy, ahogy én megmutattam ezen a 10 napos táborban, hogy milyen vagyok, olyan legyek a kifutón is. István, a Playboy főszerkesztőjeként a női nem nagy tisztelője vagy. Milyen szempontokat vettél figyelembe a zsűrizés folyamán? Ki mennyire szép? Ez nagyon fontos volt.
és az, hogy kibe van, meg valóban ez a királynői tartás, amiről beszéltünk is, hogy ki az, aki úgy vonul itt, hogy a levegő megfagy körülötte, de jó értelembe véve, és több ilyen lány is volt, az nagyon nagy szerencse, és nekem, ami személyesen nagyon számít, hogy kibe van meg a rákendról, hogy kinek a személy van meg a huncutság, a játékosság, ki az, aki ha rám néz, akkor tudom, hogy gondol valamit, nem persze nem rám, hanem hogy van mögötte még valami kis plusz. A szépség az egy nagyon fontos dolog, de egy csomó réteg rakódik még rá, és ezt mind figyelembe kell venni ilyenkor. Krisztina, gratulálok, én már hivatalosan is királynő vagy. Nem azt kérdezem, hogy milyen érzés, hanem hogy szerinted mivel vetted le a zsűrit a lábáról? Az igazat megvallom neked, most én nem tudom megmondani. Én magamat adtam, a természetességemet, ahogy én vagyok a hétköznapokban, és nagyon élveztem ezt az estét, szerintem ez áthatott a zsűrit, és ezt láthatóvá tettem.